Az örmény genocídium áldozataira emlékeztek Nyíregyházán, az örökösföldi görögkatolikus Szentháromság templom udvarán álló örmény kőkereszt előtt. A megemlékezésre, melyet a Nyíregyházi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a görögkatolikus egyházközség közösen szervezett, az ukrán örmény diaszpórából is érkeztek fiatalok. Az örmény népírtás 106. évfordulóján dr. Papp Tibor, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke vezette az imádságot, és végzett panahidát azokért az örmény keresztényekért, akik áldozatul estek a kegyetlen népírtásnak az Oszmán Birodalomban. A kőkereszt megszemélyesíti mindazt, amit Örményország és az örménység jelent. Egyaránt hordoz testet és lelket. Testékben, az anyagában leírja azt a tájat, ahonnan származik, a kövek országá, Örményországot, ahol minden talpalatnyi földért meg kell küzdeni. Sziklákat kell megmozdítani ahhoz, hogy termővé váljon. És ugyanakkor lelke is van. Hiszen kifejezi az örmények szoros kapcsolatát ősei keresztény hitéhez, és azt a teremtő erőt, tehetséget, amely a sziklatömböt művészi alkotássá tudja nemesíteni. A mai napon így gondolunk azokra, akik az életüket áldozták, akik egy igazságtalan döntés sorozatnak a következtében több százezren, akár másfél millióan kellett, hogy meghalljanak. Azért kellett az üldözést, hogy akár a halált is elszenvedni, mert krisztusiak, mert keresztények voltak. És ilyen módon, testvéreim, igazából a vértanúknak a sorába álltak be. Egy nagy teológus úgy mondta ezt gyönyörűen, hogy a vértanú meghal azért, aki már meghalt érte. Az örmény testvéreink, akik kiálltak a hitük mellett, akik az ősi keresztény hitet tudhatják magukénak, pontosan ezt tették. Meghaltak azért, aki már meghalt értük. Hiszen az első vértanú, aki mindenkinek példát mutatott ennek a lényegéről, az nem más, mint maga a mi Urunk Jézus Krisztus, aki ugyanúgy igazságtalanul szenvedte el a kereszt halál, aki ebben a nagy megaláztatásban is még tudott akár imádkozni is azokért, akik a kereszt tövében őt csúfolták és káromolták. Szegény örmény testvéreink a vértanúságban hogyan, milyen módon tudták ezt megtenni, egészen pontosan nem tudjuk, de hogy igenis, és biztos, hogy komolyan vették, hogy ők krisztusi emberek, hogy Krisztust követő emberek, és mint ilyenek a vértanúságot is el kell szenvedniük, ezt nagyon is komolyan vették. És akik ma itt lehetnek, ők azt kell, hogy megéljék ebben a világban, ami szintén egy fontos tanítása az egyháznak, hogy a vértanúk vére az új keresztények magja. Vegyék ezt nagyon komolyan, hogy legyenek felkiáltó jelek ebben a világban, hogy mi igenis, akiknek a népe egy ilyen súlyos igazságtalanságot kellett, hogy elszenvedjen. Mi tudunk annak jelei ennek a világban, hogy ahogy Krisztus mégis tudott szeretni mindenkit, úgy mi is igyekszünk legyőzni magunkban a gyűlöletet. Úgy mi is igyekszünk magunkban olyan rendet tenni, ami méltó a krisztusi mi voltunkhoz. És így nézünk előre a jövőbe. Így leszünk tanúi annak, hogy a vértanúk vére az új keresztény magja. És testvéreim, mi, akik itt vagyunk, úgy együtt, kell, hogy még valamit tanuljunk és megkérdezzünk. A nagy gonosztett,
ahogy nem véletlenül hívják, a nagy gonosztett miatt figyelni kell a mi kis bűneinkre. Figyelni kell arra, hogy bennünk hol lehet meg sajnos a magja annak a rossznak, ami ilyen nagy rosszat is tud akár okozni. Hol vagyunk mi emberként? Hol van a szívünk, ami jóra van teremtve, de mégis képes a gyűlölet érzésére? Ha tudunk így gondolkozni, ha tudunk így imádkozni, ha tudjuk az örmény testvéreinket így az Isten elé vinni, akkor ünneplünk méltóan. Akkor leszünk méltóak arra az örökségre, amit ők hagytak ránk.